Fűrészetek hengesztettek a nyolcadikosok. Az üzemlátogatásokon mindent ki lehetett próbálni. A fűrészt, nézegettük a CNC-gépeket, utána hát a csiszolókat, ilyen dolgokat. A Heves-megyei vállalkozói napokra idén is várták azokat a diákokat, akik még pályaválasztás előtt állnak és érdeklődnek a szakmák iránt. A kezdeményezéshez az Észak-Magyarországi Faipari Klaszter is csatlakozott. A tagok korábban is részt vettek céglátogatásokon, most a fiatalokat szólították meg. Nem csak a klaszter tagokat invitáltuk meg egymáshoz, hanem a diákokat is, pályaválasztás előtt álló diákokat. Válasszák minél többen például az asztalos szakmát. A vállalkozói napok része volt még az az egészségturisztikai fórum, amit a Heves-megyei Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezett, helyi szolgáltatók, cégek részvételével. A térségben is egyre népszerűbb gyógyturizmus fejlődési lehetőségeit vitatták meg. Szeretnénk katalógus formában a szolgáltatókat összegyűjteni. Úgy gondoljuk, hogy szükség van az internetes technológiák fejlesztésére, web technológiák fejlesztésére, hogy hogyan tudnak távoli helyekről könnyebben megtalálni minket, és természetesen egyéb megoldási és javaslatétel is várható napirenden lesz, TB támogatási formáktól kezdve szervezeti együttműködések. A programsorozat folytatódik, további üzemlátogatásokon vehetnek részt a napokban a megye diákjai. A szervezők azt remélik, hogy a programok után szívesebben választanak majd szakmát a fiatalok.